A Kassai Botanikus Kert idei második tematikus tárlata az orchideák után a bonzai kiállítás volt. A háromnapos, vásárral egybekötött tárlaton több mint 60 bonzájt, minifát láthattak az érdeklődők. A bonzai japán szó, aminek jelentése fa egy cserében. A bonzai fákat alkotóik a természet miniatűr ábrázolásának szánják, dekoratív konténerekbe ültetve. Itt a cseh kiállítók rendezik tárlatukat. Csupa sohin és mame különlegességet hoztak. A bonszájok kategorizálásában a mame a 7-től 15 cm nagyságig, a sohin 15 és 20 cm közötti nagyságig nevelhető, magyarázza a cseh csoport vezetője. Sokan azt hiszik, hogy egy nagyobb fa drágább. Ez tévedés. Egy minőségi sohin sokkal drágább, mert az, hogy ezeket a növényeket ilyen állapotban tartsuk, az sokkal több munkát igényel, ezért sokkal drágábbak is. Euróban kifejezve több ezer euróba kerülnek. A szívügy mellett átlagban 20 év munka van bennük, ami napi törődést jelent, mondja a csehországi kiállító. A kollekcióban látható kínai rózsa, juhar vagy éppen virágzó almafa is. Ez a 13. kiállításunk, melyet a Kassai Bonsai Centrummal és a Kassai Bonsai Klubbal közösen szervezünk, és azért is különleges ez a mostani, mert a cseh kiállítók egyedi miniatűr és gyönyörű sohin növényeket hoztak, mondja a fűvészkert igazgató helyettese. Közép-Európában mintegy 30 éve terjedt el a bonsai kultúra. Szlovákiában is nagy népszerűségnek örvend, egyre többen keresik az európai erdőkben is megtalálható lomb vagy tűlevelű fákból, illetve trópusi növényekből formált díszfákat. A kiállításon voltak több száz éves minifák is. Hát a legkülönlegesebb fa ezen a kiállításon, ez a japán Junipeus chinensis, japán bóka, lehet 250-300 éves, tehát ezt nem tudja senki, de ahogy látni, nagyon öreg fa. A nevelés technikája a meccésben, az ágak dróttal történő formázásában és a megfelelő mennyiségű tápanyag biztosításában rejlik. A Botanikus Kert következő nagy rendezvénye május végén az egzotikus pillangó parádé lesz, melyre az üvegházakban kerül sor.